már reggel is továbbképzést tartott, úgyhogy na, nagyon figyelünk. Tehát hoztam trükköt, ahogy kértétek. Egy csomagkártyával fogunk bűvészkedni, ugye? Ismered a francia csomagot? Igen. Volt. Jó, minden ilyes trükk előtt meg kell számolni a lapokat, ez a napvető, úgyhogy ez következik most. Megvan az összes kártya, kezdődhet a trükk. Arra szeretném kérni, hogy egyetlen egy napot válasz ki bármelyiket. Akármelyik, jegyezd meg, mutasd meg a kamerának, én nem akarom látni. Megvan? Igen. Nagyon jó. Visszakérem a kártyát. Na most, itt van a választott lap. Bemegyünk valahol a középre, és szépen így össze is pörgetem a csomagot, nem lesz itt, hogy csalok. Na most, ugye emlékszel a választott lapra? Igen. Tedd így előre a kezed. Összekevertük a kártyákat, tehát határozottan nem fölül van a választott lap. Ez itt a trefilmolcos, amint hogyha belerakok így a kezedbe, és ráfújunk a kezedre, akkor nézd meg azt a lapot. Kártya átváltozik körnégyesre. De igazából nem csak a körnégyesre tud átváltozni, hanem bármilyen másik kártyára is át lehet változtatni. Tehát a kezem az üres, és hogyha így elhúzom a lap előtt a kezem, akkor át lehet változtatni mondjuk kb. 5-ösre, de ez oda-vissza működik, hogyha az 5-öst így hozzányítjuk az asztalhoz, akkor visszaváltozik 4-esre. És tulajdonképpen nem csak 5-ösre lehet átváltoztatni, hanem át lehet változtatni mondjuk királyra is. Sőt, az az érdekes, hogy nem csak másik lapra lehet átváltoztatni, hanem mondjuk ilyen asztal színűvé is. Át lehet varázsolni. Nagyon ügyes vagy. Ezt nem értem, mert nem láttam. Én se értem. Mióta varázsolsz? 2 hete. Amint ahhoz képest. Ahhoz képest nem. 15 éve. 15 éve. És hogy fogott meg ezt téged így először? Kaptam egy-két ilyen kis automata trükköt a nagyszüleimtől, meg édesapámtól, és ez volt az első ilyen lökés. Ilyenkor még csak ilyen 4-5 éves lehettem. És aztán kaptam egy bűvészdobozt, na az egy kicsit gagyi volt, és akkor egy másfél évig abba is hagytam, mert ott készen voltak a trükkök, és nem volt benne kreativitás. Milyen képesség kell ahhoz, hogy valaki bűvész legyen szerinted? De említetted itt a kreativitást. Vagy ez csak ügyességen múlik? Vagy... Hát én úgy gondolom, hogy alapvetően kell egy bizonyos fokú exhibicionizmus, ahogy minden előadó művészetben. Hogyha ez megvan, akkor szerintem a bűvészet a leginkább az a művészeti ág, ami a gyakorlásra épül, tehát amihez talán a legkevesebb tehetség kell. Egy énekesnek, hogyha nagyon jó a hangi adottsága, akkor már elindulhat úgy egy énekes pályán, hogy már talán az első hónapokban is megemelik a kalapukat, és azt mondják, hogy ez nagyon-nagyon jó. A művészetnél azért ez nincs így, tehát én az első, azt hiszem a harmadik, negyedik évben tudtam kimondani ezt először, hogy én bűvész vagyok. Tehát addig csak mondtam, hogy tudok egy-két kártyatrükköt, foglalkozom ezzel így már-már hobbi szinten, de addig nem tudtam azt mondani, hogy én bűvész vagyok, vagy bűvészkedek. Lehet ez a pénzt keresni? Hát én nekem vannak most már műsoraim, meg önálló estem is van, most már több mint 2 év a Duma Színházban, meg édesapámmal együtt is föllépünk, ugye stand-up-olni szokott, én meg bűvészkedek, és akkor ez egy nagyon munkás előadás, mert együtt is lépünk a színpadra, és ezt eléggé szereti a közönség, hiszen a stand-upjában már a végén felkonferál kicsit engem, meg oltogat, és aztán jövök én, bűvészkedek egy 30-40 percet önállóan, és visszaívom a színpadra, és akkor én oltom szét a trükkök előtt. Mehet a trükk, jó. Válassz egy lapot, bármelyiket, mutasd meg a kamerának is. Nekem még véletlenül sem. Van? Visszakérem ide. Na most elemelgetjük a kártyákat, sőt, hogy össze is pörgetjük. Tehát ugye nem ez volt a választott lap? Nem. Biztos, hogy nem? Biztos. Jó. Tehát nem ez volt. Jó, de ez volt. Figyelj, itt van a körhatos, lerakom ide a combomra. Ideig felhúzom, itt így megnyomjuk, és a lap az eltűnt. Na most egy kártya csak úgy nem tud eltűnni. Egyetlen egy lap az bekerült a zsebembe. Ez pedig pont a körhatos. Nyugodtan nyújj bele a zsebembe, hogy nincs benne semmi. Ami benne van, az köztünk marad. Jó, nincs benne semmi, nincs igaz? Benne. Na most van bűvész, aki meg szokta fogni így a kezébe a kártyát, így rakja be a zsebébe, és aztán így húzza elő. Ez egy rossz módszer, az sokkal szebb, hogyha lerakom ide. Itt így megnyomom, a lap az eltűnik, és te vedd ki a kártyát. De hogy? De hogy? De hogy? De hogy? Ez van. Vagy egy pacsit.